Nézzük most meg ennek a 7x7-es méretű kalkulakúnak a megfejtését. Ez a kalkulakú, ez egy egyműveletes kalkulakú, amit az itt látszik, és a művelet pedig a szorzás, amely pedig itt látszik. Kezdjük a megoldásunkat talán ennél a három hosszúságú mezőnél. Nyilvánvaló, hogy ebbe a három mezőbe bele kell, hogy írjam a hetest, hiszen a 14 osztható héttel. Most, hogyha beleírom a hetest, akkor a másik két számnak olyannak kell lenni, aminek a szorzata 2. Ez pedig nem lehet más, mint az 1 és a 2. Ezt egyébként látjuk itt a bal alsó sarokban is, hogy ez a három szám, amit ide beírhatok, az nem lehet más, mint az 1, a 2 és a 7. Mind a három helyre, tehát ezt a három számot bejelölöm, mint lehetséges érték. Most nézzük ezt a három hosszúságú mezőt itt. Ide olyan számokat kell beírni, amelyeknek a szorzata 108. Ezt is csak egyféleképpen bonthatjuk fel három szám szorzatára. Amint az a bal alsó sarokban látszik, a 3, a 6 és a 6-nak a szorzatára. Most mivel két darab 6-os van benne, ezért nyilvánvaló, hogy az egyik 6-ost ide, a másik 6-ost pedig ide kell, hogy írjam, hiszen nem lehetnek sem egy sorban, sem egy oszlopban. Most ha a két 6-os már megvan, akkor a harmadik szám is nyilvánvaló, hogy csak 3 lehet most már. Most megnézzük ezt az első sort, akkor látható, hogy innen már csak két helyről nem tudunk semmit, hogy mit írhatunk erre a két helyre, most megnézzük. Hát nyilván az 1-est és a 2-est biztos, hogy nem írhatom, hiszen az 1-es és a 2-es az vagy itt, vagy itt, vagy itt szerepel. A 3-as már megvan konkrétan. Ami még nincs meg, az a 4-es, és az 5-ös, hiszen a 6-os már itt van, a 7-es pedig vagy ide, vagy ide, vagy ide fog kerülni. És így módon erre a helyre is csak a 4-est, vagy az 5-öst írhatom. Az viszont nyilvánvaló, hogy erre a helyre 5-öst nem írhatok, mert hogyha ide 5-öst írnék, akkor a másik két helyre olyan számokat kéne írni, amiket összeszorozva, és még a szorzatot megszorozva 5-tel 8-at kapok. Ami azt jelenteni akkor, hogy a 8-at el kéne tudnunk osztani 5-tel, de hát ez nyilvánvalóan lehetetlen, tehát ide 5-öst valóban nem írhatok, maradt tehát egyedüli lehetőségként erre a helyre a 4-es. Na most ha ez 4, akkor ide már nem írhatok 4-est, csak is 5-öst. Ha pedig ez itt 5, akkor alá olyan számot kell beírnom, amivel összeszorozva ezt az 5-öst 20-at kapok. Az pedig nyilvánvalóan a 4. Most nézzük ezt a két helyet itt, hiszen ebben a három hosszúságú mezőben már megvan a 4-esem. Tehát ide olyan számokat kell beírni, amiket összeszorozva egymással 2-t kapok. Ez nem lehet más akkor, mint az 1 és a 2. Ide is csak az 1-et és a 2-t írhatom be. Nézzük, mit írhatok ebbe a három hosszúságú mezőbe itt. Alul látszik, hogy csak az 1-est, az 5-öst és a 7-est. Hát nyilvánvaló, hogy sem ide nem írhatok már 1-est, hiszen ebben a sorban az 1-es az vagy itt lehet sehol másutt. Így módon az 1-est, mivel sem ide nem írhatom, az 1-est már csak alulra tehetem ide. Az 1-eshez viszont az 5 és a 7 az, ami társul, tehát ide is csak az 5-öt és a 7-et, pontosabban az 5-öt vagy a 7-et írhatom.
látom, meg ide is. Na most megnézve ezt a második sort, látható, hogy az 1 és a 2 az vagy itt lesz, tehát az már máshol nem kerülhet. Viszont nem látok még 3-ast sehol sem. Viszont a 4 az már itt van, az 5 az vagy itt van, a 6-os az már itt van, a 7 pedig vagy itt van. Tehát valóban erre a helyre csak is 3-at írhatok, semmi mást. A 3-hoz, ezen a két helyen, mint az alul látható, csak is a 2 és az 5 társítható. Ide is csak a 2-est, vagy az 5-öst. Meg ide is csak a 2-est, vagy az 5-öst írhatom se. Mást. Most nézzük ezt itt, ezt a kettő hosszúságú mezőt. Ide a 6-ost és a 7-est írhatom csak is. Erre a két helyre. Itt vagy a 6-os, vagy a 7-es fog itt szerepelni majd. Erre a helyre, mivel ez egy 1 elemű mező, olyan számot kell beírni, ami a 3. Konkrétan itt megadták az ilyen egyelemű mezőnél, itt a sorokban szereplő szám, az nem más, mint ennek a mezőnek, ennek az egyelemű mezőnek az értéke. Próbáljunk még ilyen mezőket keresni, amiket egyértelműen ki lehet tölteni. Hát itt van az a 3 hosszúságú mező, ide az 5-öt, a 6-ot és a 7-et írhatjuk. 5, 6 és a 7. Meg ide is 5, 6 és a 7. Valamint ide is 5, 6 és 7. Erre a 3 helyre nem egyértelmű sajnos még ennek a 3 elemnek a kitöltése, mint ahogy ennek a 3 elemnek a kitöltése sem. Ez a 3 hosszúságú mező viszont egyértelmű, ugyanis ide nem írhatunk be mást, mint a 2-t, a 4-et és a 7-et. 2, 4, 7. Mint ahogyan ide is csak a 2-t, a 4-et, vagy a 7-et írhatom. Meg persze ide is 2-t, a 4-et, vagy a 7-et. Na most mivel a 2-es vagy itt szerepel, ebben az oszlopban, ezért itt föl már nem lehet. Így módon erre a helyre csak is az 5-öst írhatom, semmi mást. Ha pedig ez itt 5, akkor mellette itt már nem lehet 5, csak 2. Most nézzük ezt a 3-as hosszúságú mezőt itt. Ide nem írhatok be mást, mint az 1-et, az 1-et és az 5-öt. Hiszen ennek a 3 számnak a szorzata lesz csak is 5. Tehát mivel két darab 1-es van, ezek nem szerepelhetnek sem egy oszlopban, sem egy sorban, ezért az egyik 1-est csak ide tehetem, a másik 1-est pedig ide. És az 5-ös marad a harmadik helyre, az pedig ez itt. Nézzük most ezt a 3-as hosszúságú mezőt, a 2-es hosszúságú mezőt. Ide a 4-et és a 7-et írhatom csak is. Persze ide is. Van még ilyen mező, mint ez a 3-as hosszúságú mező, amit egyértelműen tölthetek ki, mégpedig a 2-vel, a 4-gyel és a 7-tel. Na most, hogyha megnézzük az oszlopokat, itt ezt az első oszlopot, akkor látható, hogy ebben már van egy 4-esünk, ami azt jelenti, hogy sem ide nem jöttek 4-est már. Így módon a 4-es nem kerülhet máshova, mint ez a hely.
és a négyes mellé a kettes és a hetes jöhet másik két számként szóba. Tehát ide is, meg alá is, csak a kettest és a hetest írhatom, semmi mást. Most mivel ebben a sorban, itt a végén már van egy kettesem, ezért itt, ezen a helyen már nem lehet kettes, így módon ide nem írhatok más, mint a hetest, ha pedig itt hetes van, akkor alá már nem írhatok hetest, így módon ez csak kettő lehet akkor már. Most mivel van itt egy hetesem ebben a sorban, ezért ezen a helyen már hetes nem szerepelhet, ezt tudom kitöröljük. Marhant lehetőségként a 6, ha pedig ez 6, akkor alatta már nem lehet 6, csak 7. Megnézem most ezt a harmadik sort, látható, hogy ez már majdnem teljes. Itt van az 1, a 2, és ha jól látom, akkor a 3-as hiányzik, mert itt van a 4, itt van az 5, itt a 6 és itt a 7. Valóban, tehát ebből a sorból a 3-as hiányzik, így módon ez muszáj, hogy 3 legyen. Ha pedig ez itt 3, akkor alá megpróbáljuk megnézni, mit írhatok be. Hát, az egyik lehetőségünk ugye a felbontásra, a 36 felbontására a 2, a 3 és a 6. Igen, ám, de ha 2-es szerepelne benne, mint szózó tényező, akkor az már csak itt vagy itt szerepel, hiszen a 3-as már lefoglalja ezt a helyet. Igen, ám, de ebben a sorban nem írhatok 2-est, mert ebben a sorban már van egy 2-esem. Így módon az első lehetőségünk kiesett, marad a második lehetőségünk a 3, 3 és 4. Most mivel ebben két darab 3-as van, és azok nem lehetnek egy oszlopban, ezért ez miatt a 3-as miatt ide már nem kerülhet 3-as, tehát a 3-asnak a helye ez lesz, és akkor a két darab 3-ashoz a 4-es kapcsolódik harmadik elemként. Most megnézhetjük, most ez a sor is majdnem teljes, egyetlen egy szám hiányzik belőle. Itt van az 1, a 2, a 3, a 4, itt van az 5, itt van a 7, tehát amit nem említettünk, az a 6-os. Így módon ennek itt 6-nak kell akkor lenni. Most ha ez itt 6, akkor alá erre a két helyre olyan számokat kell beírni, amiket összeszorozva és a szózatok megszorozva 6-tal 48-ot kapok. Látható, hogy ez nem lehet más, mint a 2 és a 4. Tehát ide is, meg ide is csak a 2-est vagy a 4-est írhatom. Igen ám, de ide nem írhatok 4-est, mert itt fönt már van egy 4-esem, de erre a helyre akkor 2-est kell írni. És akkor a 4-esnek nem maradt más hely, mint ez itt. Ez a 2-es, ez miatt itt már ebben a sorból másod nem lehet 2-es. Ez ide csak a 4-es vagy a 7-es kezdődött. De 4-es sem lehet, hiszen ebben a sorban már van egy 4-es, amit van. Erről a helyről kiesik a 4-es is, mint lehetőség, és így módon elértük a célunkat. Ez nem lehet más, mint 7 ez az elem. Ha viszont tesz 7, akkor mellett ez nem lehet 7. Így módon erre a helyre már csak az 5-ös vagy a 6-os került. Most végignézem ezt a sort itt, akkor látható, hogy itt van az 1, 2, 3, 4, és hiányzik az 5 és a 6, mert a 7 is itt van már. Ide is, meg ide is csak az 5-öst és a 6-ost írhatom. Igen ám, de erre a helyre írhatok 5-öst, mert ebben a hosszúban már van 5-ösen. Egyébként azért sem írhatok 5-öst ide, mert ha most ezt a 3 hosszúságú mezőt nézem itt, akkor annak olyan számokat kell tartalmaznia, amelyek osztói a 18-nak, és nyilvánvaló, hogy 5-ös az nem osztolja a 18-nak. Ez szerint a gondolkodásmód szerint sem adhatok ide 5-öst, akkor az 5-ös, a
nem kerülhet máshova ebben a sorban, mint ez a hely. És akkor ide, erre a helyre, csak is a hatos jött. Na most, ha a hatos megvan már ebben a három hosszúságon belőlben, akkor az a két szám, amit hozzá társíthatok, nem lehet más, mint az 1 és a 3. Ide is az 1 és a 3. Na, ide is az 1 és a 3 kerülhet csak is. Valamint kihasználjuk még azt, hogy ebben a három masszúságban az időben kijött már 5-ös, tehát ezen a helyen már 5-ös kijöhet. Meg persze itt sem lehet 5-ös. Így módon erre a két helyre nem kerülhet más, mint a 6-os vagy a 7-es, sőt, mi azt is mondhatjuk, hogy ha 6-os itt lesz, akkor itt a 7-esnek kell lennie, ha pedig a 6-os ezen a helyen lesz, akkor itt kell lennie a 7-esnek. Így módon ebben a sorban a 7-es vagy itt szerepelhet csak sehol másutt, és akkor így ezen a helyen nem szerepelhet már 7-es. Ezt persze akkor is visszavettük volna, ha oszlopot figyeljük. Ezt a hátulról számított második oszlopot, hiszen ebben a 7-es már szerepel. Tehát akkor ezek szerint itt sem lehet akkor 7-es. De hát ez a oszlop, vagy ez a sor itt, ez a 6. sor még tartalmaz egy 7-est ezen a helyen, mint lehetőség, de mivel a 7-es ugye megbeszélt közelő, vagy itt lesz, ezért ezen a helyen már nem lehet 7, így módon erre a helyre csak is 4-est írhatok, ha pedig ez itt 4, akkor alatta már nem lehet 4, csak 7. Most nézzük ezt a 4-est, ebben a sorban másodban nem lehet 4-es, tehát nem lehet például is 4-es, így módon ezen a helyen már csak 2 lehet, semmi más, ha pedig ez 2, akkor alapján nem lehet 2, csak 4. Ez a dolog alakulni, hiszen ezt itt most már meg tudjuk egyértelműen mondani, ennek minek kell lennie, hiszen az 1-es vagy itt lesz, a 2-es itt van már, a 3-as vagy itt, másod nem lehet. Itt van a 4-es, és az 5-ös, ami hiányzik még, hiszen a 6-os vagy itt lesz, mint ahogyan a 7-es is vagy itt lesz, így módon ennek itt 5-nek kell lennie, semmi más nem kerülhet ide akkor. Na most, mivel ez a szám itt 5 lett, ezért ezt kétféleképpen pótolhatjuk két olyan számmal, hogy megszorozva verjük az 5-öt, 30-at kapjak, az egyik az 1 és a 6, a másik pedig a 2 és a 3. Hát a 2 és a 3 azt azonnal ki kell, hogy zárjam, hiszen a 3-ast nem írhatom ide, hiszen ebben az oszlopban már van egy 3-os. De itt sem írhatok 3-ast, mert ebben az oszlopban is van már egy 3-osom. Így módon ezt az 5-öst nem pótolhatom a 2-vel és a 3-mal, csak is az 1-el és a 6-tal. Most fölnézek akkor, láthatom, hogy ebben az oszlopban 6-os már nem lehet, mert itt már fönn megvan, tehát erre a helyre akkor nem írhatok más, mint 1, és akkor ide jön a 6-os. Ha ez 6-os, akkor fölötte már nem lehet 6-os, csak 7. Ha ez itt 7, akkor mellette itt már nem lehet 7, csak 6. Ez a 7-es, a 7-esnek a lehetőséget kizárja azonban innen is. Így módon akkor ebben a oszlopban, ezen és ezen a helyen csak is az 1-es vagy a 2-es szerepelhet, semmi más. Most nézzük ezt a három hosszúságú mezőt itt talán. Hát ez is kétféleképpen tölthető ki. Az egyik az 1, 5, 6, amit azonnal kizárunk, hiszen mind a két szám, az 1 is meg a 6 is már van ebben a sorban.
Tehát marad a másik lehetőségünk, az pedig a 2, a 3 és az 5. Igen, ám de fölnézve most, ebben az első oszlopban már van 2-esem is, meg 5-ösöm is, tehát erre a helyre akkor nem jelentok már más, mint a 3-ast. És erre a két helyre marad akkor a 2-es és az 5-ös. Igen, ám de ide nem jelentok 2-es, mert ebben oszlopban már van 2-esem, ezért erre a helyre csak is 5-ös kerülhet, és akkor a 2-es már csak ez az egy hely. Ez miatt a 3-as miatt itt fölötte már nem lehet 3-as, ezért egy kell, hogy legyen, ha pedig az 1, akkor mellette már nem lehet 1, csak 3. Most nézzük ezt a második oszlopot itt végig, itt van ez az 5-ös, ez miatt itt már nem lehet 5, tehát ide már csak a 7-es maradt lehetőségként, ezért ennek itt 7-nek kell lennie. Ha pedig ez egy 7, akkor mellette itt már nem lehet 7, csak is 5. Most fölnézve erre a helyre, vagy akár erre a helyre is nézhetünk, hiszen ebből a két oszlopból már csak ez a szám, illetve ez a szám hiányzik. Ezeket meg tudjuk mondani egyértelműen, hogy ezekre a helyekre minket kell beírni. Többféleképpen gondolkozhatunk. Az egyik lehetőségünk az, hogy ugye három lehetőségünk volt, 1, a 2 és a 7. A 7-es már van ebben az oszlopban, valamint van egy 2-esünk is, és ez szerint ez sem 2, sem 7 nem lehet, tehát 1-nek kell lenni. Ez az egyik lehetőségünk. A másik, hogy egyszerűen végignézzük ezt az oszlopot, ezt a második oszlopot, mi az az egy szám, ami hiányzik, és e szerint is azt kell, hogy mondjuk, hogy erre a helyre csak az egy kerülhet, semmi más. Ugyanezt eljátszhatjuk ezzel a harmadik oszloppal is. Ez egy eleve kiesik, hiszen ebben a sorban már van egy egyesem. Marad a 2-es és a 7-es, most lenézek, és azonnal látszik, hogy ebben az oszlopban itt ahol már van egy 2-esem, tehát akkor e szerint itt nem lehet 2-es sem. Csak 7. Vagy megnézhettem volna ezt a harmadik oszlopot, hogy melyik az egy szám, ami hiányzik, és e szerint is 7-nek kell ide kerülnie. 7-et mondok és 4-et jelölök. Jó, tehát valóban ez 7 kell, hogy legyen. Ide most már nem kerülhet 1-es, mert ebben a sorban már van egy 1-esem. Ez tehát akkor 2. Ha pedig ez 2, akkor itt már alatta nem lehet 2, csak is 1. Ha pedig ez 1, akkor itt mellette már nem lehet 1, csak 2. És akkor ezzel ezt a kalkulókot meg is oldottuk. Ennek a megoldása tehát így néz ki. Megfigyelhető, hogy minden egyes sorban, minden egyes oszlopban megvan az összes szám 1 és 7 között, valamint teljesülnek azok a feltételek is, hogy ezekben a mezőkben a bal felső sarokban szereplő szám úgy jön ki, hogy a mezőben szereplő számokat összeszorozzuk.